mai epizód tartalmából Csepel és Csepel. December 17 van, azt hiszem. Valahol 0 és 5 fok között van a hőmérséklet Budapesten. Legalább a nap süt. Mondjuk a szél is fúj. Hova lett a stadion? Eddig ez nem így nézett ki. Vagy igen? Nem jártam még bringával Csepelen. Úgyhogy gondoltam, szétnézek erre. A bicikli úton amúgy egyszerűbb kimenni szerintem csak erre, mint erre. Ez is egy lehetőség. Látod egy-két hibát ennek a útnak a megtervezésében. Néhol még fagy, hol megsüti a nap, ott már felolvadt. Nekem a következő dolgok jutnak eszembe Csepelről. Onnerek, Csepel művek, Csepel bringa, Jimmy és egy jéghideg Coca-Cola. Van egyébként egy hangulata ennek a gyártelepnek. Itt egy UFO is van, ez csak a kicsinye ennek az UFO-nak. Érdekes ez a Csepel művek. Csőhegesztő utca. Lényegében csak hazatért a bringa. Pár szó a bringáról. Ez egy első generációs Csepel Deep Space az 24-es méretben. Egyszer 10-es Shimano set van rajta. A váz erről hátul átütő tengelyes, egy viszonylag egyszerűbb Shimano kerékszet van rajta, jelenleg belsővel szerelve, a gumik egyébként tubeless, redik. Ilyen gravel specifikus kormány van rajta, némi kihajlással oldalra. Egy hosszabb stufnival használom ezt az 54-es vázat. Egyébként az 56-os Deep Space váz nekem kicsit hosszúnak bizonyult. Ezt rövidebb szusznyival tudtam csak használni. Több ringámon is használom ezt a nyerget. Ide is ezt raktam. Egy ilyen kisebb sárvédővel van még megspékelve a setup. Van egy ilyen kis rögzítő gumiszalagom. Világítás fontos. És egy Specialized X fjerében mi ez másztáskát használok cuccaim szállítására. Oh!
hogy vannak itt érdekes dolgok. Na tehetitek, kerüljétek itt párat. Rendetes épületek, jó kis macskaköves utak. Iparvágányok. Ez lehet itt a szabad kikötő? Who knows? Festői csepel széle, zsákutcák, ezért a kapuért megérte eljönni. Igazi képzőművészet. Meg a jéghideg mit kérsz? Ezt is inkább hibának minősíteném, mint jól átgondolt ötletnek. Festői a táj. Király. Találkozunk két hét múlva, illetve hát az országos turnémon. Addig is ne felejtsék, üzenj a szívnek! Sokkal jobb a helyzet. Megnéztem Csepelt, visszatértem ide a való világba. Egy valamit majdnem elfelejtettem. Egy jéghideg. Coca-Cola. Hogyan kell felöltözni a téli biciklizéshez, rovat, egy percben. Nekem elég fázósak a lábaim, nagyon sokat kísérleteztem mindenféle kamáslikkal, termóz, zoknival, talbetéttel, és egyetlen egy dolog tudott megoldást hozni, az a rendes téli cipő. Amikor újonnan megveszed, akkor nem ilyen retkes, de aztán ilyen lesz. Én általában, ha nagyon hideg van, akkor kettő kesztyűvel nyomom egy ilyen vékony alulra, és aztán rá meg vagy egy ilyen vékonyabb softshell, vagy egy vastagabb, attól függően, hogy milyen az idő, és ha melegszik, akkor le is lehet venni a külső réteget, ami elég praktikus. Felülre egy ilyen téli bringás kabát, ezek általában már elég jók. Elég alájuk venni egy darab bármilyen aláöltözőt, amit ilyen téli sportokhoz ajánlanak, és egy proper téli bringás nadrágot érdemes beszerezni. Az ilyen dekatlanos dolgokkal szerintem nem nagyon lehet mellé nyúlni, de minden gyártónak megvan a megfelelő terméke a téli bringázáshoz. Ja igen, viszonylag fontos sisak, illetve hát a fej védelme. Vannak ilyen sisak alá vehető vékony sapkák, ilyen úszósapkaszerű. Ez
számomra elengedhetetlen. A füleim is nagyon gyorsan megfáznak, hogyha nem viselek ilyet. Gyakorlatilag nem is tudom, 14 fok alatt szerintem én már felveszem a vékonyabbik ilyen sapkát, és ilyenkor pedig jöhet a vastagabbik. Ha nagyon hidegben is mennél, vagy nagyon fázik a fejed, akkor a valami aero bukóval még jó pár fokot lehet nyerni, mert ugye kevésbé engedik be a hideg levegőt, meg egyáltalán a levegőt. Nem, én így csinálom. Peace. Egy kilométer vagy kili körül lett a vége. Megnéztem Csepelt. Nézzétek meg ti is, ha még nem tettétek. Azért volt már ennél jobb 70 kilométerem. De egynek jó volt. Na, szórjátok a lájkot. Legyetek jók. Peace.